Én nem is akartam tulajdonképpen festő, művész lenni, vagy nem voltak ilyen terveim. Fogalmam sem volt, hogy mi akartam lenni kisgyerekkoromban. Végül is hivatalosan nyomdász a szakmám, de viszont én már nagyon korán szerettem rajzolni, meg verseket írni, meg festeni, úgyhogy tulajdonképpen ezt máig is kedvtelésből csinálom, tehát így maradtam. Én nem szerettem tanulni, és ezért a szüleim vallásosak voltak, én a Ferences gimnáziumban jártam, elég szigorú iskolának számított, és nem tudtam figyelni semmire. Tehát annyira el voltam foglalva ezzel a rajzolással, versírással, meg a saját dolgaimmal, hogy nem tudtam figyelni semmi másra. Tehát gyakorlatilag annyira nem érdekelt semmi, hogy már engem kezdett zavarni, és akkor szóltam a szülőknek, hogy én nem akarok tovább tanulni, hanem csak ez a saját dolgaimmal. Ezt persze nem engedték, kitört a családi botrány, hogy akkor, hát ha nem tanulsz kisfiam, akkor szakmát kell szerezni, és akkor abba úgy kiegyeztünk. És mivel ez közvetlenül a tanév kezdete előtt volt, nem is nagyon tudtam már elhelyezkedni sehova. Így egy rokonunk néven, édesanyám húgának a férje a kecskeméti nyomdába dolgozott, és az ő segítségével az utolsó pillanatban sikerült oda beiratni engem nyomdásztanulónak. Én innen lekerültem, itt hagytam az itteni barátokat, minden, én egy új városba, teljesen új környezetbe, egy idegen helyre csöppentem, és de nagyon jó alakultak a dolgaim, mert rögtön az első nap, amikor ugye, hát eleve már az súlyosan érintett, hogy hajnal 5-kor kellett kelni, hogy reggel 6-ra beérjek tanulni valamit. Tehát ez letaglózó volt. Tehát ott reggel 6-kor beállítottak a regál mellé, és mutatták, hogy mit kell tanulni, és mellettem állt egy fiú, akinek első találkozásom volt, akivel, csak mint érdekesség mondom, akivel megismerkedtünk és beszélgettünk, hogy ő hány éves, meg én hány éves vagyok, az kiderült, hogy ugyanannyi éves, mint én, ugyanabban az évben, ugyanazon a napon, ugyanazon az órán született. Tehát egy olyan ember találkoztam, aki egy az egybe akkor jött a világra, amikor én ezt úgy hívták, Szilágyi Zoltán, később költő lett. És utána pedig rá pár napra ott megkerestek szintén egy nyomdai dolgozó, Papes Laci, úgy hívták, hogy hallja, hogy én Pestről jövök, hát, és hogy én zenélek is. És akkor mondtam, hogy hát igen, de én tudok szájharmonikázni, meg egy kicsit billentyűzni. Mert hogy nekik van egy zenekaruk, nem akarnék menni, úgyhogy én rögtön belecsöppentem ott egy zenekarba, akivel mi minden hétvégén játszottunk a Szilágyi Károly utcában. És később tudtam meg, hogy a Szilágyi Károly utcában a művelődési központtal régen szembe lakott a Felugosi Laca, akivel rá egy évre ismerkedtem meg, kecskeméti tartózkodás ideje alatt. Tehát én nekem ott nagyon beindult az élet, ahogy leértem. Hát ugye ott én eleve ugye hozzájutottam jó kis nyomdafestékekhez, mert ott a gépmesterekkel megismerkedtem. Tehát egy nagyon sok jó minőségű festékhez hozzájutottam, meg hozzájutottam a nyomdán keresztül ilyen elnyomott kartonok, ami rossz nyomás volt, és meg kidobásra ítélték. Értékes vastag papírkart, TV-linzer kartont nyomtak rá arra a kartonra. Ugye nagyon jó nyersanyagaim keletkeztek. Úgyhogy én vadul festettem, közben pedig ment ez a zenei élet, próbáztunk, hétvégeken majdnem mindig játszottunk, aztán engem elcsábítottak ebből a zenekarból a Rivers nevű együttes, aki egy menő zenekarnak számított, és oda billentyűzni a Rivers nevű zenekarba, és akkor azzal játszottunk az Arany Homoknak a kert helyiségébe minden hétvégén, az Arany Homok teraszán, és hát ott mi nagyon jó kis időket töltöttünk, és amikor egyik alkalommal egy ilyen bulin
keresett meg a Felugosi Laca és Zádor Pötyi, akkor jöttek haza autostoppal valahonnan, és engem megszólítottak a szünetbe, hogy hát láttak engem többször a városban ilyen mappákkal a hónom alatt, és ebből gondolják, hogy én biztos festek, rajzolok, mert hogy ők is. Hát mondom, ez csodás, igen, én is, ők is, úgyhogy attól kezdve mi aztán együtt mozogtunk, megnéztük egymás dolgait. Emlékszem, a Laca elvitt a lakásukba, és a zongorába tartotta a festményeit, volt egy nagy fekete zongorájuk, és akkor abban volt egy mappa, hogy felnyitott, és akkor abban ilyen absztrakt képeket csinált akkor. És utána pedig meghívtak az Ádor Pötyi nevű barátunknak az albérletébe, amit úgy hívtak, hogy Nalaja Klub. És akkor ott ez a Nalaja Klub, ez egy ilyen konyha helységnek a galériája volt, olyan alacsony volt, hogy még én sem tudtam felállni teljesen, tehát nagyon, nagyon kis kényszerluk volt, viszont csodálatosan éreztük ott magunkat, és általában így bulik után, meg amikor tehettük, ott jöttünk össze, ott beszélgettünk, ott alkottunk együtt, meg tervezgettük a jövőt. Tehát ott ment ez az élet, közben ilyen irodalmi témákba is belementünk, úgyhogy ott volt két törzshelyünk is, ilyen kocsmai törzshely, ahol mi felolvastuk egymásnak mindig a verseinket. És akkor egyszer egy barátunknak a barátja így a társaságunkba keveredett, és mondta, hogy ő tud egy helységet, a postások szakszervezetének a klubjának a helysége, ott van kihasználatlanul üresen, van benne két pingpongasztal, menjünk pingpongozni. És mondjuk, hogy hol van ez a izé? Mondja, hogy a Kecskemét szívébe, a nagy posta mellett, tehát ez tényleg az abszolút belváros kellős közepén volt ez a hely. És akkor mondtuk neki, és azt meg tudod szerezni? Azt mondja, igen, meg tudja szerezni. Nézzük már meg a helységet, megnéztük, hát egy iszonyú jó kis helység volt. Hát nem pingpongasztalokat kiraktuk persze egyből, és akkor nyitottunk egy klubot. Ezt kitaláltuk, hogy hát ha van egy ilyen szuper helységünk, akkor nyitunk egy klubot, amit elneveztünk Purgatóriumnak. És akkor egy nagy kiállítást összehoztunk, én szóltam zenész barátaimnak, azok játszottak a megnyitón. Voltak ilyen a Kodály Gimiből, zenesuliból lányok, akik oda a baráti körhöz tartoztak, verseket szavaltak. Tehát csináltunk egy ilyen szubkulturális programot, és hát megnyílt a Nalaja Klub, de hát sajnos Tiszavirág életű volt, mert három napig volt nyitva, még másnap nyitva tartottunk, harmadik nap még kinyitottunk, de már akkor jött a városi kisztitkár, keresett minket, hogy ezt sajnos ezt a klubot be kell zárni, mert neki szóltak a felsőbb helyekről, hogy ilyen néven meg itt ilyesmiket nem lehet csinálni. Tehát nagyon rossz hírünk kerekedett a városban, hogy pletykák elindultak, hogy mit fejen állva mesztelenül verseket szavaltunk speciális kubai italok hatása alatt, stb. Tehát ilyen őrületes pletykák elterjedtek, és hát bezárták a klubot sajnos, úgyhogy többet nem működött. Ez én közben tanultam, ipari tanuló voltam, tehát amit most meséltem, ez mind közben történik, a fő foglalkozásom az volt, hogy ipari tanuló vagyok. És hát eltelt a két év, ugye, és akkor én levizsgáztam, és hát rögtön ki is léptem, szüleimnek átadtam a szakmunkás ígéretem ez ilyen a szakmunkás bizonyítvány, ők is megnyugodtak, lett szakmája a gyereknek. Nekem viszont egy újabb problémám keletkezett, a katonaság, ugye? Nem csak nekem, hanem az én korosztályomnak, jó sok embernek, hogy hogyan tudjuk megúszni, ugye el kellett kezdeni gondolkozni azon, mert ugye ez tavasz volt, és ősszel kötelező katonai szolgálatra kellett jelentkezni, és akkor hát a nyár az úgy telt el, hogy ezen ment a filózás, hogy akkor most mi. De közben eszünkbe jutott, hogy beszélgettünk róla, hogy csinálnánk szabadtéri kiállítást, mert hogy a Felugosi Laca
meg a Pötyi régebben Szegeden egyszer csinált egy szabadtéri kiállítást, és akkor ez adta nekem az ötletet, hogy szóljak nekik arról, hogy figyeljetek, mondom, menjünk fel Szentendrén, csináljunk egy szabadtérit, én nagyon jó helyszínt tudok, egy zseniális helyszínt tudok, a templomdomnak a várfala, mondom, ott olyan különleges fények vannak, csináljunk, hát mikor csináljunk, hát mondom, mielőtt elvisznek katonák, vagy nem tudom mi lesz, de csináljuk meg ősszel. És akkor október első vasárnapján csináltuk meg az első szabadtéri tárlatot 68-ban, nagyon jó sikerült, és akkor a második után én kimentem NDK-ba egy barátom tanácsára, aki mondta, hogy úgy lehet megúszni a katonaságot, megúszni nem lehet, de halasztást lehet elérni akkor, hogyha kimegyünk NDK-ba dolgozni. Volt akkor a NDK és Magyarország között valami munka szerződés, hogy ilyen csere munka. Lehetőség úgy, hogy elmentünk a tanácsházára, bejelentkeztünk, kérdezték, mondták, hogy hát már alig van hely, és hát ne is mondjunk szakmát, mert szakmára már nem tudnak helyet adni. Mondtuk nekünk, nem is kell, teljesen mindegy, hova, csak legyen valami. Akkor mondta, hogy hát stancerályos munkakörbe, présgépkezelőnek még van pár hely, úgyhogy akkor arra bejelentkeztünk. Akkor kikerültem Dresda mellé, Neustadtba, a webkombinált Forstit, Közép-Európa legnagyobb gépgyárába, présgépkezelőnek, hát iszonyú nagy élmény volt. De hát akkor ugye ez két éves időszakra szólt, hát addig meg volt oldva ez a katonaság probléma. De viszont én nem vártam ki ezt a két évet ott se, mert hát nem annyira azért nem tetszett, elég volt abból 6 hónap, úgyhogy az utolsó fizetésem fölvétele után barátaimmal bejártuk autóstoppal NDK-t, fölmentünk a tengerpartra, meg meglátogattunk magyar kolóniákat, meg általában oda mentünk, ahova vitt az autó, tehát céltalanul bolyogtunk, és aztán, amikor elfogyott a pénzem, akkor hazajöttem. Igen ám, de akkor megszakadt a katonai halasztó idő, úgyhogy engem rögtön behívtak, de ott óriási szerencsém lett, hogy egyedileg soroztak, így tudtam panaszkodni az ideg állapotomra, és ennek hatására egy pszichológusi vizsgálatnak vetettek alá, amivel egy nagyon rendes fiatal orvos volt, aki mondta, hogy látja, hogy miről van szó. Azt mondja, hát maga alkalmatlan, háborúba szakszolgálatra alkalmas, békébe alkalmatlan. Na, az volt életem legboldogabb pillanata. Hát ez a kényszer elhagyás, hogy a katonaság elől ugye kimenekültünk NDK-ba, ugye itt a élvezetes munkánkat megszakította, és természetesen ugye ezt gondoltam, hogy úgy pótlom, hogy levelezünk, ugye leveleket írunk. De aztán az is macerás volt, hogy megírni a levelet, mindig elmenni, nagyon messze volt a posta, és akkor rájöttem, hogy egyszerűbb, ha én csak írok leveleket a Lacának, de nem is szólok róla, hanem majd amikor egybe gyűlik jó sok levél, és megyek haza, akkor átadom neki, hogy na, ezt küldtem volna el, ha elküldtem volna. És akkor ez így is történt, amikor hazajöttem ezt a... Tehát ettől a gondolatomtól persze ez a levelezés, ez egy szerkesztett dologgá vált, mert ugye mindig elraktam, és akkor még emlékeket is ragasztottam ott bele, sörlátétekre írt kiáltványok, versek, stb. Azokat is beleragasztottam, tehát az egész, és akkor elneveztem ezt Vércipó című égi hetilapnak, ami a Lacának szól, és aztán amikor én hazajöttem, akkor ezt át is adtam a Lacának, aki aztán egy pár hónap múlva átadott szintén egy köteg égi hetilapot, aminek az volt a címe, hogy Vércipó pacni, és azban voltak a válaszok. Tehát ez egy ilyen... Akkor még nem tudtuk, hogy van mélárt, meg ilyesmi, tehát mi ezt így oldottuk meg, ezt a műfajt, hogy így mondjam. Hát az Állami Reményfűző Intézetet, ez egy fiktív intézmény, ami máig sem működik, illetve máig is van. Tehát minden olyan tevékenységet, ami így a
normálistól eltérőnek ítéltek meg az emberek, meg ítéltem meg én, hogy így ítélik meg az emberek, azokat ebbe a fiktív intézménybe helyeztem, illetve hát ez egy ilyen, nem is tudom, én inkább ilyen képversnek szántam, mert le is rajzoltam egyik könyvembe a magát az intézménynek a épület tervét is, ahova aztán további fiktív mellék intézményeket jelöltünk be, majd nem csak én, aztán ezt a Lacájék is kiegészítették, tehát felék is ezt kinyitottam, ezt az intézmény tervezést, és akkor egy-két közös alintézményt létrehoztunk, mint a madarakat lehallgató készülékek gyára, vagy a igazság átértékelő üzemrész, meg ilyesmik voltak benne. Hát ez egy ilyen költői dadaista játék volt a részemről, de máig is alkalmazom ezt az Állami Reményfűző Intézetnek. Most legújabban a közmondás ellenőre vagyok. Ugye gyerekkorunkban, amikor én lekerültem Kecskemétre, 17 éves voltam, és akkor olyan módon is megnyílt a világ előttem, hogy a kezembe jutott a Beat költők antológiája, akkor jelent meg egy pár évvel azelőtt, és hát ugye az nagyon nagy hatással volt rám. Majd a kezembe jutott egy festészeti könyv, a Herbert Reednek a Modern Festészet című könyve. Na hát attól kész lettem. Mert azt, amit én addig csinálgattam, azt én csak annak alapján csináltam, amit itt Szentendrén láttam. Tehát a szerb ikonok, akkor ugye a szüleim vallásos, minden vasárnap a templomba ültem, ugye a barokk festészet, és néha mi a megyei, Pest megyei tárlatot, amit egy-kettőt láttam már csak, ugye ott meg a kortárs festészet, ott ismertem meg ugye a Deinpált, Kósza Sipos, meg ugye a Ferenci Múzeumban voltak az Európai Iskola gyűjteménye már akkor, Vajda Lajos, Kornis Dezső, stb. De őket is csak így felületesen láttam, viszont a Herbert Modern Festészet című könyv van be, ott olvasni is tudtam erről, tehát meg láttam a reprodukciókat, meg hogy mennyi mindenki csinált, mennyi mindent. És ez a korszakom nagyon jó volt, mert ez én akkor úgy festettem, ugye én eleve azért festettem, mert szerettem festeni, hogy mit tudom én akkor két hónapig Dali, Salvador Dali stílusában dolgoztam, akkor mit tudom én, nagyon tetszett Van Gogh, akkor egy hónapig Van Gogh stílusában csinált. De nem másoltam, hanem csak a stílust vettem át, mindig valamit kitaláltam, hogy legyen ürügy, azt a stílust alkalmaznom. Paul Klee nagy hatással volt rám például. Ugye aztán hát ma René Magritte, és hát végül is a dadaisták. Ott lukadtam ki, hogy na hát azok a legnagyobb ászok. Úgyhogy ebbe az irányba mentem, és hát a Lacájék is ebbe az irányba terelődtek, úgyhogy mi ilyen fiatal dadaista művészként éltünk, ami azt jelentette legalábbis nálam, hogy én minden tevékenységemet szinte művészeti alkotásnak tekintettem. Tehát én úgy jártam, keltem az utcán, hogy ha leteszek egy poharat, és úgy néz, akkor az úgy van letéve, hogy csak nem veszi észre senki rajtam kívül. Ugye ez egy más kérdés. Tehát mi így éltünk fiatal dadaistaként. És kitöltötte a szabadidőnket gyakorlatilag így a szövegek felolvasásával, megírásával. És ekkor született az edvinizmus is ennek a lázába, mert ugye a dadaisták arról is híresek voltak, hogy rengeteg manifestumot fogalmaztak meg, úgyhogy mi aztán egy este legalább három művészeti kiáltványt összetákoltunk, attól függ, mennyit ittunk, meg milyen állapotban voltunk. Amik ugye a legtöbb esetben aztán ezek elvesztek, vagy elfelejtettük, vagy kidobtuk, de egy pár azért fönnmaradt, többek között az edvinizmus is fönnmaradt,
és én ezt aztán, mint nyomdász tanuló, ki tudtam nyomtatni illegálba, ugye a nyomdába szóltam a gépmester barátaimnak, hogy szedjétek ki, és akkor kinyomtam a edvinista kiáltványt 13 példányba, mert azért 13 példányba nyomtuk, mert 13 pontból állt maga a kiáltvány is. De hát ez olyasmi volt, hogy mit tudom én, temessük el a valóságot, ami a látszólagosságában hazuggá tesz minden formát. Mit tudom én, 4-es pont, biztosítsunk helyet képzeletünk végtelen lehetőségének, 5. Kutassuk a megfoghatatlan dolgok szerkezetét. Vegyünk birtokba minden felületet, ami növeli a festészet világának a területét, meg ilyesmik voltak benne, de általános megfogalmazások. Na és akkor én ezt neveztem el, ezt a kiáltványt, hogy milyen címet adjak neki, mert végülis nem szól semmiről, csak ilyen nagy szavakkal van tele, és akkor ezt neveztem el én edvinista kiáltványnak, illetve ezt nem is én neveztem el, ha már én akarok lenni, hanem itt az utcánkban lakott egy család, és volt két gyereke, az én anyukám az tanítónő volt, és a kollégája lakott itt, és a két gyerek, a Stolz gyerekek, azok az én nálam idősebbek voltak, és nagyon jól zenéltek. Úgyhogy én azt a kis jazz műveltségemet, jazz zongorista műveltségemet, amit tudok, azt a Stolz Péternek köszönhetem. De neki volt egy bátyja, a Stolz Gábor, aki meg költő volt, meg az is rajzolgatott. És itt volt a Szentendrén, de én akkor még 14 éves voltam, 13, amikor engem ért itt egy ilyen sztori, egy UFO élmény, hogy egy vihar alkalmával itt néztük, hogy micsoda nagy égzengés van, meg villámlás, és besodort ez a félelmetes vihar egy iszonyat nagy bogarat, aminek két feje volt, ugye, négy szárnya, pikelyes volt, de ugyanakkor meg mindenféle, tehát mi ez a lény, és akkor hát persze tudtuk, hogy egy bogár, de hát mégis ugye bele képzeltünk egy csomó mindent rögtön. Úgyhogy erről a lényről meséltem én a Stolz Gábornak másnap, amikor mentünk ilyen költő, itt volt egy ilyen költő szakkör, még a Fábián Zoltán író, aki Lányfalun élt, az vezette, de én oda nem járattam, én nagyon pici voltam. Viszont ez a Gábor oda járt, és akkor neki meséltem erről, hogy milyen lény lehetett, az el kéne nevezni, mert nem tudjuk. És akkor mondta, hogy hát hívjátok Edvinnek. Nagyon jó, akkor így lett Edvin az a bogár, és amikor én egy év múlva megírtam, vagy két év múlva ezt a kiáltványt, akkor erre a sztorira gondolva, mint dadaista ötlet, elneveztem edvinista kiáltványnak. Ugye amikor hazajöttem NDK-ból, ugye megúsztam a katonaságot, rengeteg energiám, boldogság energiám keletkezett, hogy ezt micsoda mázlim van, minden konfliktusnél. Én tudtam, hogy nem leszek katona, csak tudtam azt is, hogy ennek súlyos következményei lesznek, de ettől is megszabadultam, mert szerencsém volt. Ezért rengeteg energiám volt, úgyhogy elmentem dolgozni a Papszigeti kemping éjjeli őre lettem, mert ugye valamit kellett dolgozni, és ott megismerkedtem a színészekkel, akik a főtéren játszottak esténként, akkor volt az első Szentendrei Teátrum. De én már előtte kiszúrtam azt a színpadot, hogy napközben ott van egy jó kis terület, és mint említettem, mi mindenbe alkotást láttunk. Tehát azt is úgy vettem, hogy hát az azért van ott, hogy ez egy jel, hogy én csináljak ott valamit. És a Laca meg akkor küzdött a katonasággal, tehát ő akkor vonult be. Úgy, hogy ő nem lesz katona, ő egy más módszerrel vonult be, meg abban az időben sokan úgy vonultak be, hogy besöröztek, meg szedoxen idegnyugtatót vettek rá, és ettől ilyen pszichedelikus állapotba lehetett jutni, és ha úgy ment be, úgy vonult be, úgyhogy rögtön el is vitték őt a elme megfizárt osztályra. És jött a hír,
hogy hát a Lacát bevitték a zárt osztályra, a katonaságnál, ahova ő neki be kellett vonulni. Hát mondom, király, természetesnek vettem, hogy erre reagálok, hogy egy ilyen esemény megtörtént. Úgyhogy én ott szóltam, akiket egy névről nem is nagyon ismertem, egy-két ilyen művész srác, akik így a színészekhez tartoztak, és akkor mondtam, hogy kitaláltam, hogy ott délután 4 órakor a főtéren csinálok egy eszme zárt osztályba vonulásának az emlékére, vagyis Laca emlékére egy happeninget. Az, hogy miből áll, azt még ki sem nagyon találtam, csak az, hogy ott majd valamit csinálunk, egy ilyen megemlékezést. És akkor ott beszélgettem a sráccal, amikor éjjel jörködtem előző este, akkor mondta, hogy ő is költő. Mondom, figyelj, holnap lesz ez a 4 órási előadás, nincs kedved elszabalni egy-két verset, de hogy is. Akkor ismerkedtem meg a Dorferiékkel, és mondom, gyertek le, lesz egy kis buli, nézzétek meg, vagy be is lehet kapcsolódni. Mondom, én föl fogok olvasni egy előadásomat, a utolsó nalaja, vagy ne kövessetek el Lomek Tomia című dadaista szövegemet, aminek semmi értelme, ugye, hanem egy automatikus szöveg. Megmondom, egy kicsit zenélünk, hát megemlékezünk egy jó, persze, jönnek. És akkor így verbováltam én össze előző nap a 4 órási eseményt. Még a kis Guszti akkor ugye szabadtéri tárlatokon már kiállított, meg így ismertük. Ő csinált, emlékszem, előző éjszaka még kézzel meghívókat egy párat. És akkor lement az előadás, előtte ittunk ott a kocsmába, Zöldfába találkoztunk, és akkor onnan felindultunk a színpadra, leültünk, én felolvastam az előadást. Volt a Lapernyője nevű költőbarátom, nagyon jó dobolt. Én kaptam akkor egy a Terebesi Laci képzőművész szobrász barátomtól egy bőröndöt, posta hozott nekem, ami pucolta a padlását, és tudta, hogy én popművész vagyok, és minden ilyen furcsa tárgy érdekel, úgyhogy ő beledobált egy bőröndbe az érdekesebb tárgyakat, és föladta a postán nekem, pár nappal azelőtt kaptam. Úgyhogy azt az ötletem volt, hogy ezt a bőröndöt úgyis én is kaptam, mondom, akkor én is tovább ajándékozom, és kivittem, és az előadás után az arra tévedt turistáknak elkezdtük osztogatni ezeket a sezlonylábak, meg ilyen rossz rádiócsövek, meg itt a homokozó fal, mindenféle volt, ilyen hülyeségek voltak. Majd lement ez az előadás, akkor furujáztunk egy számot, Lapernyő dobolt ezen a bőröndön, ugye, ami már szét volt osztogatva, az jó kis dob volt, tehát improvizáltunk egy kicsit, és aztán vége lett. Mi fölálltunk, mentünk lesörözni a görög kancsó teraszára, és akkor amikor mi mentünk le, akkor már láttuk, hogy már mi leszálltunk a színpadról, hogy jön egy rendőr, aki egy kislányt igazoltatott. Majd a kislányal ott valami gond lehetett, mert nem volt nála, és az egyik srác, Grün a Cserepes, úgy hívta, egy nagyon vicces figura volt, én is csak úgy felületesen ismertem, az lépett oda a kislány mellé, és mondta a rendőrnek, hogy de ezeket már én utólag rekonstruáltam, amit most mesélek, mert mi már akkor a Görög utcába mentünk le, csak így néztünk vissza, hogy ott igazoltatása, mindegy, majd menjünk. És akkor ez a Grün ott viccelődött a rendőrrel közben, ugye a mi közönségünk, meg azok a turisták, amik ott megálltak, azok ez egy újabb esemény volt, azok oda tömörültek, és akkor nézték. És akkor ezt látta meg egy önkéntes rendőr, aki jött a hévállomás felől a főtérbe pont be, és azt látta, hogy ilyen gyanús, szőrös, nagyhajú hippik körbe vesznek egy intézkedő rendőrt, veszélyhelyzetben van, betelefonált a rendőrségre, úgyhogy kijött egy jeepnyi rendőr, és mindenkit elvittek, akit gyanús volt, meg ilyen nagyhajú, meg ezért. Mindenkit elvittek, megfogták, elvitték. Elvitték, volt ott egy újságíró, aki fotózta az eseményt, azt is elvitték. De mi erről nem tudtunk, mert mi már közben söröztünk a görög kancsó teraszán. Akkor később jött a hogy itt balé volt, hogy elvittek valaki. Hát nem jó, majd kiengedik. Hát én meg mentem este szolgálatba, 10-kor, mint éjjeli őr, és akkor
látom, hogy jön egy rendőrségi dzsiff. Kinyitom nekik, tessék, azt mondja, az Zámbó István éjjeli őrt keres. Mondom, én vagyok az. Igen, azt mondja, Pista, hozd a bilincset, pocs, el, letartóztattak. Hát csak néztem, hogy mi van, nem értettem az eseményt. Hát mondom, jó, hát majd biztos valami félreértés, mondom, hogy másnap hazaengednek, de nem engedtek haza másnap se. Sőt, harmadnap se. Sőt, negyednap beraktak egy ilyen rabomobil, vagy valamilyen autóba, és elvisznek valahol, nem tudtam, ilyen bevittek Pestre valamilyen, ott lefotóztak, hát mondom, bűnöző lettem, hát mekkora sztori ez, mondom. Ott lefotóztak előről, hátulról, és beraktak egy cellába. Ez 4 nap telt el, visznek fel, egyszer csak, leültetnek egy szobába, a nyomozó bácsi, egy idősebb bácsi, mint kiderült, Kubinszki elvtárs, szentendrei alezredes volt, ráadásul ismerte a szüleimet, tehát ez kis város, öcsike, kisgyerek, rosszalkodott, de borzasztó volt. És akkor mondta nekem, hogy le kell írnom, hogy mit csináltunk. De én már ezt leírtam, amikor engem elvittek az éjjeli őri munkámból, amikor letartóztattak, bevittek, egyből leíratták, hogy írjam le, mi történt. Hát mindegy, leírtam még egyszer. Na de ezt minden nap le kellett írnom. Majd az egyik nap mondták, hogy na akkor meséljek nekik az edvinizmusról. Hát mondom, ezek az edvinizmusról honnan értesültek? Hiszen hát itt a dadaista előadásomban nem volt szó róla, tehát erről nem volt szó, azt én el is felejtettem, hogy azt alkalmazhatnám akárhol is. Hát kiderült utólag, hogy na most, az derült ki utólag, az utólag az azt jelenti, hogy 6 hónap, mert 6 hónapig tartott ez a bent csücsülés, vizsgálati fogságnak hívták, és amikor 6 hónap után minket kiengedtek, akkor derült ki, hogy itt házkutatás volt nálam. De nem csak nálam, hanem a Matyónál is. És nálam meg aztán megtalálták a szabadtéri tárlatunknak, a 2 szabadtéri, meg már megrendezett szabadtéri tárlatnak a vendégkönyvét, amit én raktam ki, egy üres könyvet, még a kis csajoktól kaptam a nyomdába, amikor megtudták, hogy én kilépek, meg elmegyek, tudták, hogy én szeretek írni könyvekbe, csináltak, hogy 5 ilyen üres könyvet nekem, kemény borítás, volt egy csomó ilyen könyvem, amit én tele ragaszgattam, meg teleírtam. Na, ezeket a könyveket megtalálták többek között, ezek között volt egy ilyen könyv, amit kiraktunk mindig a szabadtéri tárlatra, hogy írd ide a nevedet, meg a címedet, ha a következő buliról értesítést akarsz. Akkor nem volt mobiltelefon, rendes telefon se volt semmi. És akkor gyűltek a címek, de ott összegyűlt legalább egy 400 cím, és nem csak magyar címek, hanem NDK turisták, lengyel, stb. Csehszlovák. Nagyon sok cím volt benne. És mint utólag kiderült, hát ez lett gyanús nekik, ez a címlista. És hát maga Kubinszki elvtárs mesélte nekem a Héven kiengedési után 3-4 évvel találkoztam vele, hogy hát egy külön ügyosztályt létrehoztak, akik kiutaztak külföldre, külföldi rendőrséggel fölvették a kapcsolatot, hogy leellenőrizzék ezeket a címeket, és hát ez egy 6 hónapba beletellett, mire rájöttek, hogy hát itt nincs semmi, nem hogy összeesküvés. De közben mi meg akaratunkon kívül, ugye ennek a sztorinak az országon belül híre ment. Tehát mi hírhetté váltunk egy ellenállókká, holott az életben nem foglalkoztunk semmiféle ellenállással, meg politikával, főleg én biztos nem. Na mindegy. És akkor ennyi volt a sztori, hogy hát ott ez a vizsgálati fogságban le kellett írnom, és hát az edvinizmussal kapcsolatban is elkezdtek kérdéseket föltenni. Mivel hogy ők aztán a többi könyvemet is elvitték, áttanulmányozták a könyveket, és abba kerestek ugye valami, amiben bele lehet kötni, hogy hát ugye mi bűnösök vagyunk. És akkor hát ennyi volt a sztori, hogy
a többi könyvbe találták meg, ugye az Edvinista kiáltványt, stb. És hát még a kecskeméti purgatórium időszak alatt, amikor jött a kis titkár, hogy nem lehet több purga, mert ráadásul ismertük a kis titkárt, annak idején Kecskeméten Studer Béla, nagyon rendes srác volt, jazzdobos volt különben, mindig jártunk, még akkor Kecskeméten a katona klubba, ahol ő játszott minden hétvégén, és ő mondta, hogy hát szóltak a rendőr, hogy ezt, hogy figyeljek rátok, ti vagytok ezeket, ő nem is tudta. És akkor minket a rendőrségen is behívtak, egy Molnár nevű hadnagy kikért az iskolából, a nyomdásziskola igazgatója hívott be, hogy mit csináltál, Pista? Hát azt mondja, be kell menned 3-ra rendőrségre. Nem is értettem, hogy mi. És akkor beszélt velünk ez a Molnár főhadnagy, de hát akkor voltam 17 éves. És akkor ő a beszélgetésünk végén, akkor megvolt az Edvinista kiáltvány különben, mondta, hogy nem lehet itt lebegni a föld felett egy vissza kell jönnötök, mert előbb-utóbb bajotok lesz. Most nem csinálunk belőle ügyet, egyébként azért börtönbe is lehetett volna kerülni, mondta nekem, ugye benne a rendőrségen, még Kecskeméten, a Molnár főhadnagy, vagy nem tudom ki volt, nyomozó, tiszt, tehát ilyen atyai jó tanácsként elengedett, és mondta, hogy és nem szabad szólni senkinek, hogy itt voltál. És akkor a Lacát is behívtak, meg még valakit behívtak, akik szintén nem szólhattak senkinek, hogy behívták. De hát persze egyből mondtuk a kérdőt, hát engem is, tehát ezt megbeszéltük. Na most, amikor 3 év múlva történik ez a sztori, én benn vagyok, a Kubinszki eltárs engem nyomozik. Majd mondja, hogy na, ide hívattam valakit, akit majd fogsz ismerni. Hát fölhívatta Kecskemétről ezt a fő hadnagyot, akiről én mondtam, hogy én az Edvinizussal kapcsolatban, én már beszéltem egy rendőrrel, elmondtam már ennek a kecskeméti rendőrnek, hogy az egy művészeti gondolat, az egy művészeti program, tehát. De ráadásul még úgy megfogalmazom, hogy nem lehet érteni se. És akkor az ott megjelent, fölhívta Kubinszki a vidékről azt a régi nyomozót, és akkor azt mondta, hogy hát megmondtam, hogy de. És akkor hát neki, őt azért hívták fel különben, elmondta nekem ott, hogy beszéljen arról a múltról, meg mit tudom én. Tehát voltak ilyen apróságok a dologban, tehát így értesültek ők a ledvinizmusról, és akkor azt egy párszor le kellett írnom. Hát aztán volt, rövidre fogom, mert egyébként hosszú a sztori, hogy három hónap után körülbelül volt egy ilyen hangulatváltás, iszonyú kedvesen jött le egyszer csak a Kubinszki elvtárs. Pista, nem kell megijedni, el fogunk vinni innen téged, sokkal jobb helyre kerülsz. Felmerült egy kis probléma veled, az egészségeddel, de nincs semmi gond, tehát ne ijedj meg. Nézem, mondom, mi történt. Össze kellett pakolnom, és akkor beraktak egy rabomobilbe. Elvittek egy elme megfigyelőbe, egy orvos szakértőhöz, aki szintén megkérdezte, mi az az edvinizmus, hát akkor már kész voltam ettől. Úgyhogy ott mondtam neki azt a mondást, amit aztán sokszor én használtam is, hogy az edvinizmus tulajdonképpen egy zászló, amit olyan szél lobogtat, ami nem fúj. Akkor nézte a beragasztott nápolyi darabot a könyvbe. Jó van, elvittek. És akkor a következő hogy visszabeülentettek a rabomobilba, visztek nagyon messze, és akkor látom, hogy egy börtönbe kerültem. Kinyílik az ajtó, csíkos fazonok, fú, mondom, ez kemény, mondom. Itt kész leszek, mondom, ha ide bezárnak. De aztán egy kis balkanyarra, ilyen virágos, egész szép területen mentünk, és akkor látom, hogy egy ilyen egész jó helyen vagyok, sokkal jobb, mint a vizsgálati fogság lenne a pincébe. Ott vártam, és akkor egyszer csak kinyílik egy ilyen folyosó végén az ajtó, és jön be egy tömeg, ilyen iszonyú súlyos társaság, egyen
mackóban, ilyen kis pöttyök voltak rajta, úgy hívták, hogy mákosok, különben később megtudta a mákosok, úgy hívták, a kényszergyógykezeltek, jöttek be a sétáról a körletbe, Jézusom, mondom, elmegyógyintézetbe kerültem. Hát ez nem igaz. Na, ott éreztem először, hogy ott mindjárt kész vagyok, kibukok, de a sors itt is hozott egy nagyon ironikus, ezért, hogy ebből a csoportból, ahol ott voltam, egyszer csak kiszólt egy hang, képzeld el, hogy szia Zámbó! Nézem, mondom, hogy az Istenbe lehet, hogy itt valaki, azt hittem, alucinálok. És akkor látom, hogy ott ugrál egy gyerek, messziről a körlet, ahol mentek fel, nézem, ki az, és akkor látom, hogy ki az. És akkor megnyugodtan. Mert mondom, ha ez a gyerek itt van, akkor ez nem lehet komoly hely. Ezt a srácot onnan ismertem, hogy az Aranyhomok, ahol a Rivers együttesen játszottunk 2 évvel azelőtt, ez minden bulinkon ott volt, és ez egy ilyen nagy csajozó srác volt, meg verekedős, meg mindig berogott, szóval egy ilyen bohém fickó volt, látásból ismertem. Na, ez köszönt rámat. Na, mondom, hát ha ez itt van, akkor mondom, ez mentett meg idegileg. És akkor bekerültem, és én a tárgyalás napjáig 3 hónapig ebben a megfigyelőben voltam. Itt ismerkedtem meg Pák Tibi bácsi ellenálló, valaki később kiderült, vagy illetve ott mesélte, hogy ő már akkor benn volt 60, vagy 59 óta a börtönben. Összesen 6 hónapi vizsgálati fogság után megtörtént a tárgyalás itt Szentendrén, a Városháza dísztermében volt nyilvános tárgyalás. Tehát amikor minket hoztak ide tárgyalni, ugye először léptünk Szentendrére 6 hónap után, én amikor kiléptem az a Rabomobilből be az bíróság épületébe, jobbra néztem, akkor a következő képet láttam, hogy 3 rendőr üldöz, 2 hosszúhajú hippit, akik kamerázzák őket, futottak el. Tehát, és akkor nem értettük, és kiderült, hogy mi addigra ilyen ellenálló hírünk lett. Titokzatos csomagokat kaptunk már, ajándékcsomagokat a börtönbe is, csoki parányt, 1 kiló csoki parány jött, nem tudtam kiküldi. Többes számban beszélek, pedig elkülönítve voltunk, tehát én 6 hónapig nem láttam egy barátomat se, akik ugyanúgy ültek valahol a vizsgálati fogságba, tehát a tárgyaláson találkoztunk először. És akkor 6 napig tárgyalták, hát az egy külön sztori volt, tehát ez elég vicces volt. És akkor a végén akarat egységben elkövetett garázdaság címén ítéltek el mindenkit, ami azt jelentette, hogy egyedileg senki nem követett el bűnt, de úgy csoportosan kimerítettük a botrányokozást. Ezért mindenkit kitöltöttnek vettek és elengedtek. Körülbelül 1 perc alatt vissza tudtunk illeszkedni, rögtön megcsináltuk a 4. szabadtéri tárlatot, tudjuk a 3. is megcsinálták, mert ugye akkor már szokássá vált, hogy ősszel tárlat van, hiába ültünk mi bent, a Terebesi Laci, ez a kecskeméti szobrász barátom, ez nagyon jó fej volt, mert ő saját hatáskörben elkezdett szervezkedni, és folytatta a hagyományt, ugye, tehát ez ment, úgyhogy mi kijöttünk. És attól kezdve szintén, hogy mondjam, tulajdonképpen csak előnyünk származott ebből a hírhedtségből, hogy így mondjam, mert akkor kaptunk pincét, ugye megkerestek eleve engem, hogy itt szabadtéri tárlat nem lehet. Tehát itt engedélyekül semmit nem lehet. És akkor mondták, hogy nem, tehát a várfalra nem, de mondom, én azt nem tudom már megakadályozni, hogy a várfalra bárki ott kiszögeljen egy képet. Hát oké, én nem megyek el, mert nekem szóltak, de én nem tudok szólni, azt se tudom, ki jön ide. Tehát ez ide, hát akkor menjünk oda, és akkor oda írjuk ki. És akkor az történt, hogy ugye ahogy kijöttünk a börtönből, ugye kijöttünk áprilisban, ugye a nyár az elment az edvinista táborozással, ugye mindig a Duna parton táboroztunk, sátoroztunk, és utána jött a szabadtéri tárlat, 11 órakor rendőrök kivonultak, azt mondták nekem, ha nem viszünk el, mi egy képet találnak a várfalon, mindenkit elvisznek.
Hanem én nem tudom, hát mondom, az én képemet én már bevittem a iskola udvarba, a többiekét én nem tudom bevinni, de mondom, oké, hát majd kiírjuk. És akkor Filztól kiírtuk, hogy omlik a fal, mert ugye ezt mondták, hogy azért nem lehet ott kiállítani, mert omlik a fal. Omlik a fal, itt nem szabad kiállítani, mert elvisznek a rendőrök, ezért a kiállítás az iskola udvar, templomtéri iskola udvarán. És akkor, na ezt nagy e-mail álmal úgy, ahogy fölfogták a frissen érkezők, és akkor híre terjedt, hogy megint itt volt a rendőrség idő, akkor úgy szót fogadott nagyjából mindenki, és akkor leköltöztünk. De délután, akik délután jöttek, azok már nem foglalkoztak, azok már kirakták oda, de akkor már rendőrség se foglalkozott. Viszont ez volt az első kiállítás, amikor megjelent a Deny-Pali, ami nagy erőt adott ennek az egész mozgalomnak, hogy így mondjam, hogy meg a Barcsai Jenő jelent, meg Farkas Ádám, tehát a helyi művészek jelenlétével megerősítették, hogy azért nem olyan rossz dolog, sőt, tehát ez egy klassz dolog. És akkor utána a Városi Tanács kulturális osztályáról engem a Hanes elvtárs megkeresett, hogy hát egyébként is a Hanes elvtárs is ismert az én anyukámat, az én anyukámat mindenki ismerte, mert 30-40 évig itt tanított a városban. És mindenki ismerte, és akkor följöttek, emlékszem ide a szüleimhez, és akkor itt próbáltak rám hatni, mint valami ellenállóra, de hát én teljesen nyitott voltam, hogy hát nem tudtam, hogy nem lehet, mondom, eszembe nem jutott, hogy nekem kéne kérni engedélyt azért, mert a főtéren felolvasok 10 versemet, vagy akármit. Hát jó, hát hogyha kell, akkor kérek, hogy kell. És akkor mondják, hogy kell, hogy lehet csinálni, de kell kérni engedélyt. Jó, de hogy kell? És akkor elmondták. És akkor azt mondják, lehet kiállítást is, de akkor szakkörbe kell menni. És akkor így valójában a Vajda Lajos stúdiót ők hozták létre azzal, hogy rám kényszerítették, hogy ha szabadtéri tárlatot, csak úgy lehet, ha népművelési intézet. Azt sem tudtam, mi az a népművelési intézet. Ugye, 20 évesen, nem tudtam. Azt kell kihívni, és a népművelési intézet zsűrizi a kiállításokat. Hát jó, hát akkor legyen úgy. Nagyon jó. De mondom, szakkör nem akarunk lenni, nem lehetnénk, hogy stúdió vagy valami más névben, mi nem csendéletet festünk. Hát akkor valami nevet kell adni. Mondom, akkor lehetne Vajda Lajos. Vajda Lajos, mint a nagyon jó, Vajda Lajos stúdió már írta. Akkor legyen Vajda Lajos stúdió, szakkör, és akkor lesz egy művészettörténészetek, lesz egy izé, és akkor mindent előtte megbeszélünk, és lehet csinálni. Mondom, és nem lehetne az, hogy ugye hát most ott nincs hely se nagyon, hogy itt láttunk egy-két pincét a városban, nem kaphatnák, dehogy is nem lehet, azt is lehet. Nézzetek, megbeszéljük. Na hát akkor látok, hogy mindent lehet. Hát az az igazság, hogy valami miatt tartottak, hogy mi akkor is megcsináljuk, ha mást mondunk, vagy nem tudom mi, de a lényeg az, hogy nagyon... Jó, ott a Matyó találta a pincét, egyből szólt nekem, azt mondja, olyan pincét találta a csikém, azt mondja, gyere, nézd meg. Hát tényleg az volt a mostani pince. Akkor szóltunk Hanes elvtársnak, hogy van egy pince, találtunk, hogy azt szeretnék. Az önkormányzati ház pincéjét azonnal megkaptuk, sőt a város gazdálkodás adott betont, lebetonoztuk mi magunk, úgyhogy egyből mi királyok lettünk tulajdonképpen, egy iszonyú komoly saját galériával, egy műhelyen rendelkeztünk, és akkor így vendégül tudtunk látni egy csomó más művészt is különböző helyekről. Tehát ezt sem magamnak köszönhetem. A Vince László papírmerítő műhely, amikor ide költözött Szentendrére, én nem is tudtam róla, hogy a szomszédom. És egyszer átjött egy fiatalember, hóna alatt isz egy csomag, iszonyú szép papír, középkori, merített, kézzel merített papírokkal, hogy ő azt hozta ajándékba, és hogy hagyj mutatkozzon be, és akkor tudtam meg, hogy ő itt a szomszédomban lakik, és a lakásán belül működtet egy ilyen papírmerítő műhelyt. Hú, mondom, figyelj, én ilyen szép papírokra nem merek rajzolni, hát mi ahhoz szoktunk hozzá, hogy nem volt semmink, ugye?
Hát én ezt nem merek, ne csinálnál. Azt mondja, nem baj, azt mondja, ő ilyet csinál, azt mondja, hozta ajándékot. Na mindegy, és akkor neki köszönhetem, hogy ez a sok szép papírral mit kezdjek, hát ez úgy tiszteltem ezt a papírt, és akkor ezt kitaláltam, hogy rárakok egy gesztus mozdulatot alapozó festékkel, és azt megvárom, míg félig megszárad, és utána belerajzolom, azért kell félig megvárni a száradásra, hogy amikor belerajzolok a ceruzával, akkor ami a félszáraz festéken átmegy, ugye föltöremkedik, egy kis plasztika keletkezik, nem folyik el, és úgy szárad meg, tehát plasztikus lesz eleve, amit felviszek. És akkor száradás után a ceruza rajzba golyóstollal utána javítok, a felületeket meg olajhigított, különböző higítású olajjal lehet, mint egy akvarell szinten is dolgozni rá. És akkor hát nagyon élveztem a technikát rögtön, úgyhogy ez történt, hát már nem is tudom, 80-as évek elején vagy közepén. Én azóta csinálom is ezt, és iszonyúan szeretem csinálni, mert egy nagyon jó technika. De egyébként ez nem egy új technika. Ez a technika lehet, hogy nekem új, biztos már csinálta más is, de az, hogy egy egyedi beavatkozást végrehajt egy művész mondjuk egy nyomaton, egy szita nyomaton vagy egy részkarcon, ezt már 500 éve is csinálták, tehát ez nem egy új dolog. Viszont én kifejezetten erre a célra csinálom, tudnék ennek az a másik előnye, hogy oké, hogy én felrajzolok, de fel tudok vinni számítógépen keresztül is bármit, amit ezzel a technikával meg tudok valósítani. Így most például készül egy mű, ami egy régi könyvemben, még a vízműs időszakomban egy skic volt, de egy 40 év távlatában, így 10 évenként a kezembe kerül, mindig megtetszik, hogy tehát időtálló lett már, hogy az biztos jó azért, hogy az nagyon tetszik, egy kis rajz, és akkor ezt lefotózom, föl tudom nagyítani nagyra, Vince Laci fölnagyítja, nekem rányomja, és attól kezdve én ebbe beleavatkozom, leimpregnálom, csónaklakkal szoktam lekenni, és akkor olajfestéket. Tulajdonképpen ez már olajkép lesz, de azért hívom egyedi beavatkozású printnek, mert én ezt a témát mondjuk megcsinálom, ja, és akkor mondjuk ezt megcsinálom, ezt a kicsit nagyba, és akkor odaírhatom, hogy készült 1973-2016. Mert akkor azt, amit megcsináltam, azt vázlatnak tudom tekinteni, és ezt a kész műnek. Úgyhogy a másik meg, hogy ez tulajdonképpen, mivel egy témát fel tudok többféleképpen dolgozni, és nincs két egyforma, ezért ez a sokszorosított grafika és az egyedi rajz között helyezkedik el tulajdonképpen.